Üdvözlök mindannyiatokat, akik bekapcsolódtak így a Biblia körnek utolsó előtti októberi beszélgetésében. Isten hozta Tomonkast Miskolcról. Köszönöm, hogy és vestés ebben a életünkben. Ez elmúlt vasárnap a világi és az isteni közötti döntésről szólt, császárnak és Istennek hogyan megadni, ami az övé. Most pedig egy picikét arról szól minden, hogy akkor mi az Istenem? Mi az, amit Istennek tudok megadni? Hogyan lehet ezt tovább konkretizálni? És a főparancsnak a csodálatos szentírási része lesz. Máté 22. fejezetének 34-től a 40. verséig ismert sorokat kérem, Domi, hogy olvassa föl nekünk. Amikor a farizeusok értesültek róla, hogy a szadduceusokat is elhallgattatta, köréje gyűltek. Hogy próbára tegye az egyik törvénytudó, kérdéssel fordult hozzá. Mester, melyik a fő parancs a törvényben? Jézus ezt felelte. Szeresd uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló hozzá. Szeresd fele barátodat, mint saját magadat. Ezen a két parancson alapszik az egész törvény és a proféták. Ahogy hallgatom újra és újra ezeket a szavakat, akkor valami csodálatos egyszerűség van benne, és persze meg is állok így, hogy ennyire egyszerű lenne ez, ilyenkor néha azt érzem, hogy valami nem marad ki belőle, nem egyszerűsítünk le valamit ebből. Ez csak egy ilyen személyes kérdés, hogy rád hogyan hat, amikor ilyen részt olvasol, Dani? Nekem itt a fiatalok között azért így nagyon különleges tapasztalat látni a szeretetet. Sokszor itt gimnáziumban is, akkor párkapcsolatok összejönnek, és akkor hirtelen arra gondolhatunk, hogy akkor csak ez a szeretet, főleg a fiataloknál is azt látom, hogy csak ez is úgy. Úgy, amiről szól ez a szentírási részének a fő parancs, hogy hogyan szeressünk. Na, nekem az a tapasztalatom meg, ahogy látom, hogy Isten is hogyan szeret minket, hogy ez valami sokkal mélyebb is lehet, mint az, amit hirtelen megértünk a szeretet fogalom alatt. Ami hirtelen csak érzelmeket jelent, hanem tényleg az isteni szeretet, hogy Isten hogyan szeret, és akkor ezt hogyan viszonyozzuk neki. Lehet, hogy pont ez az egyszerű emberi tapasztalat miatt érdemes itt akkor, hogy mélyebbre menni. Igen, tulajdonképpen, amikor fölteszik ezt a kérdést Jézusnak, akkor ugyanaz a csapda állítási folyamat folytatódik itt a Máté evangéliumának a soraiban, mint elmúlt vasárnapokon. És az az érdekes, hogy ha bár ez is egy csapda, hogyan veszik el Jézus a törvények között, hogy megint át tudja formálni. Nem kioktat, nem kezd el veszekedni, nem azt mondja, hogy hülyék vagytok, hanem hogy át tudja formálni egyből egy lényegi tanítását. Valaki ugye, aki aikidózott, az mesélte, hogy ez olyan, hogy ez a lényege ennél is, vagy más ilyen sportoknál is, hogy hogyan tudom a másiknak a negatív erejét, a csapását úgy átvenni, úgy levezetni, hogy közben azzal tudjak én erőforráshoz jutni. Valahogy ezt érzem itt Jézusnál, át tudja formálni szeretetté ezt a beugrató kérdést. És ugye az elmúlt héten az volt kérdés, hogy mi a helyes kapcsolat Isten és a földi hatalmasságok között. A picit most akkor az, hogy Isten és ember között, hogy végülis mi Isteni, mit adjunk Istennek és mit embernek. De akkor végülis mi segít az eligazítás, vagy mibe kavarodtak össze ennyire? Na, visszatekintünk parancs, és ott látjuk, elolvassuk az Ószövetséget is, törvények könyve is, így tovább, akkor látjuk azt, hogy nagyon sok ószövetségi törvény volt, 613, volt 248 buzdítás, 365 tiltás. És
ott volt Jézus kortársaival a kérdés, hogy akkor melyik fontosabb, és mi van akkor, ha ütköznek ezek a törvények? Vagy hogy lehet úgy csavarni ezeket talán, hogy az nekünk előnyösebb legyen? És ott volt a kérdés, hogy na, akkor mi az, ami tényleg iránymutató? És Jézus, ahogy válaszolja, nem egy kicserélhető politikai kurzusok által változtatható jelszavakat adott a hallgatóságnak. Nem az a válasz, hanem két legfontosabb törvény deklarálta az őt kérdezőknek, hogy igen, ez az irány. Érdekes. És hogy mondtad, a főparancs, igen? Hát érdekes az, hogy összekapcsolja az Istent és az embert. Hogy van új kapcsolódási pontot ad két létező ószövetségi törvényt, ami ott akkor mindenki számára nyilvánvaló kellett, hogy legyen. Egy picit most nekünk úgy érdemes megnézni. Ugye az elsőre a szeresd uradat teljes erődből, elmédből, ez az az alap hitvallás, amit most is látunk, amikor egy vallásos zsidót mutatnak a jeruzsálemi csiratófal előtt, a homlokán, a kis bőrszíjjal oda szíjazva a kis pergament tekercs, akkor abban az a szöveg van, halld Izrael, és akkor ez a rövid hitvallás van, ezt mondták el naponta, ezt mondták el a nagyobb ünnepeken. És ebben valahogy a teljes odafordulás van benne, az embernek a lehetséges teljes odafordulása, teljes szíve, teljes elmét, teljes erőt, hogy valahogy próbáljam mindenemet odafordulni, integrálva minden más parancsot, minden figyelmet. Persze azt is látjuk, ugye, hogy amikor ez a teljes odafigyelés történik, akkor találkozunk ugye a vallási fanatizmussal is, tehát onnan ugyelni kell. Ugye, csak gondolunk itt az elmúlt hétnek a párizsi meggyilkolt tanárát. Ugye? Hogy ott ennek a fanatizmusával lehet akkor egymás ellen is hergelni embereket. De világos, hogy itt másról van szó. Itt az, hogy megadni Istennek, ami Istené, egy teljes odafigyelés. És ott van persze a második törvényünk, a szeresd a fele barátodat, mint saját magad. Igen, az első parancsnak nincs úgy korlátozó mértéke. A másodiknak viszont ott látjuk, hogy ott az önszeretet a korlátja. És egyben az önszeretet így a hajtó energiája, és hogy amit akar mondani a második parancs, igen, az ott kezdődik, hogy akkor önszeretet. És gondoljuk csak meg, akik tényleg nagyon szigorúak másokkal, milyen könnyen megbocsájtanak maguknak. És Jézus egyszerűen azt kéri, hogy amilyen könnyen megbocsájtunk magunknak, olyan könnyen bocsássunk meg másoknak is. Ez a Szentírásban találjuk, ez a szálka és gerenda hasonlat, hogy igen, másik szemébe azért hogyan látjuk meg talán rögtön a gerendát, pedig hát igazából lehet, a miénkben van ott, és hogy nem, hogy tényleg ahogy saját magunkat látjuk, ahogy saját magunknak megbocsátjuk, úgy bocsássunk meg a másiknak is. És ha megnézzük itt is, hogy mi volt abban a korban, a levitáknál olvashatjuk, hogy a teljes elköteleződés jelentett, ez a teljes elköteleződés jelentett, de csak a vérségi köteléken belül, hogy igen, hogy én hogy vagyok a másikkal. De aztán ezt megtalálhatjuk többi vallásban is, ez az úgynevezett aranyszabály, hogy úgy bánjunk másokkal, ahogy szeretnénk, hogy velük is bánjanak. Ott van a másik, és akkor úgy bánjunk, úgy közeledjünk hozzá, hogy elgondoljuk, hogy ez nekünk is jó lenne, és Jézus számára ez szó szerint értendő, hogy önmagunkat kell látnunk a másikban. Ott nem csak úgy van ezen az aranyszabályhoz hasonlítva, hogy az aranyszabály persze bánjunk úgy a másokkal, ahogy szeretnénk, hogy velünk is bánjanak, hanem Jézus, ahogy mondja a második parancsot, azt mondja ki, hogy lássuk meg magunkat a másikban. Önmagunkat kell látnunk a másikban, és azt tenni neki, amit magunknak tennénk. Az igazi szeretet tud szenvedni a szenvedővel, és örülni az örvendezőbe, és kész hordozni a másik terheit. Nagyon szép példa a szamaritánus erre.
Tehát azt érzem akkor, hogy ez egy ilyen nem is kettős parancs, hanem valahogy egy ilyen hármas, önmagammal, másik emberrel, Istennel való kapcsolatomnak a rendezettsége. Itt most egy vérmálkozásra készültünk, vérmálkozás előtti gyónásnál, hogy idő beszélgetni a fiatalokkal. És nálunk most volt vérmálkozás a héten. Na, akiket kapcsolódott. És hogy arról beszéltünk, hogy sokfajta lelki tükör lehetsége, sokfajta úton lehet megnézni azt, hogy mostan hogyan készülök egy igazi kiengesztelődési tapasztalatra. De az egyik az, hogy ez a hármas kérdés, hogyan vagyok én egységben, szeretetben, önmagammal, a másik emberrel és Istennel. Tulajdonképpen ez jelenítettem meg. És ezeknek a mércéje az világos, az első, Istennek a szeretetéből részesedve próbálunk feléje is, másik felé és magunk felé is megnyílni. Valóban a forrás az olyan, aminek nincs korlátja, nincs határa, és egyszerűen ez egy olyan út, ahol indulj el ahonnan, ahol vagy. Nem, nincsen minimum dolog, az a kiinduló pont, ahol most vagy, onnantól kezdj el lépegetni tovább az elköteleződésnek, a szeretetnek az útján. Ráadásul ez mindig ugye vonatkozik arra, ami a konkrét tettekbe valósul meg. Ugye nagyon erősek mind a két olvasmányunk a mostani vasárnap. Az Ószövetségi olvasmány pont arról szól a vendégnek, az idegennek a befogadása és egy csodálatos képpel, hogy idegen ne használt ki, ne nyomd el, hiszen ti is idegenek voltatok Egyiptomban. Emlékezz vissza arra, ami volt. Illetve a Szent Lecke, amely érdekes módon megint csak a befogadásnak egy képe, azt mondja, hogy a Szentlélek örömével fogadtatok, minden hívőnek példaképei lettetek. Tehát azt mondja Pál, hogy ahogy őt fogadták, azzal a nyitottsággal, szeretettel, az igazán, ami itt a tesszaloniki híveknek a valódi erőssége is. Tehát konkrét tettekben nyilvánul meg, tényleg, hogy megállok akkor, hogy de akkor ez ma akkor így van ez, vagy ma akkor mi az ütközőpont? Miben más a mostani alaphelyzetünk? Igen, úgy gondolom, ha megnézzük a mai világot, meg a ma emberét, ott ideálként azt láthatjuk, hogy az ideális ember az a parancsok nélküli ember. Amikor parancsok nélküli éden megvalósítására törekszünk, ott az ember egy, talán úgy is mondanánk, egy szabadosság van benne. És ebből az édenből úgy számítjuk Istent, és ennek kapcsán következésként az első parancsot is. Hogy erre így nincs szükségünk, mi ezt megvalósítjuk magunknak. A második parancs helyett pedig bevezettük a demokráciát, toleranciát és az empátiát. Csak az a baj, hogy így tényleg kis istenként, ha lehet így mondani, ezt mindannyian a magunk javára akarjuk kihasználni. Az én döntésemet fogadja el mindenki, az én érzelmeimhez alkalmazkodjon mindenki, az én problémám iránt legyen érzékeny mindenki. Ez tényleg egy ismerős kép a mai társadalomban. És ez, hogy látjuk, hogy az első parancsot így, hogy szeresd Uradat, Istenetet, így kitettük, hogy erre nincs szükségünk. Csak ott marad a második parancs, az önszeretet. Ez az első, ez ott egoizmussá válik az első parancs nélkül, ami úgy pozícionálja a szeretetünket, hogy igen, elsődlegesen Isten szeressük, és utána azon keresztül megtapasztalhatjuk a magunk szeretetét. Ha az nincs, akkor egy ilyen egoista, tényleg parancsok nélküli emberkép lesz az ideál. Érdekes, hogy itt Észak-Amerikában elkezdtek írni arról, hogy az emberi jogok 200 évvel ezelőtt, mintha kicserélte volna itt ezt az Istenre való hivatkozásnak az alapját, hogy az emberi jogok annyira elkezdtek devalválódni, hogy önmagában az, hogy nem emberi jogról beszélünk, hanem egyszerűen elkezdjük ezt többes számba mondani, és minden irányba ez napról napra két emberi jogot úgy definiálunk, mint ha visszamennénk oda, ami a probléma volt ott a farizeusok idejében a csapdaáltáson túl, hogy valóban elvesztek. Elvesztek a sok törvénybe. Most ugye picikét az. Mi az alapja akkor
ennek a mai ideának, mire kell figyelnünk, és ugye megint az, hogy ráadásul a politika az persze cserélgeti akkor ezeket a jogi alapokat. Tehát az egyik kérdés számra akkor az, hogy végül is miért kell szeressek? Mert ez erre nem ad választ a mai világnak a joga. Igen, ránézhetünk így a keresztényi értékekre, hogy mit is képviselünk, miért szeressünk. És nagyon szép, hogy Jézus azt mondja, hogy miért is szeressük, mert a két parancson alapszik az egész törvény és a próféták. Ez a két parancs mondja ki a szeretet, és hogy igen, ezen alapszik a törvény, ezen alapszik az egész gondolkodásmódunk, az értékrendszerünk, ez a teljes ószövetség is mondhatjuk ezt, és hogy farizeusoknak is, hogy visszadobja a lapát, hogy igen, ezért szeressünk. És ott van, hogy Isten is irgalmas, és arra is, hogy olyan legyek, mint ő. És az, hogy Istent szeretem, őt állítom magam elé. Próbálom úgy viszonozni ezt a szeretetet, ahogy én ezt megtapasztalom őtől, az ő irgalmából. És ha megyünk még tovább, azt is lehet mondani, úgy gondolom, hogy amikor szeretek, ott a fele barátom, és a fele barátban könnyebben megláthatom Jézust, Isten képmását. Miért szeressek? Van elég motiváció. Persze akkor a másik kérdés, hogy mi a feltétele annak, hogy tudjak szeretni? Hiszen elvileg akkor ezt mindenki belátja, és mégis nehéz szeretni. Most hirtelen arra gondolok, hogyha csak megint így az elmúlt vasárnap gondolok ki, az elmúlt vasárnap adnak a császárnak, ami a császár, Istenek az Istenét. Az egyik ilyen alaptapasztalat talán akkor az lehet, hogy kell egy igazi belső szabadság ahhoz, hogy tudjak szeretni. Tehát minél inkább megkötnek külső, emberi, kulturális, politikai, főképp pártpolitikai elvárások, akkor egyre nehezebb lesz élni ezzel a szabadsággal, egyre kevésbé tudok valóban szeretni azzal a nyitottsággal, mint Jézus. Tehát valószínűleg, hogy kell ez a belső szabadság. Mi kell még ahhoz, hogy tudjak igazán szeretni? Egy mély szívből jövő hála. Ahogy amennyire így megtapasztalom a szeretetet, az ingyenes szeretetet, és akkor úgy lehetek hálás, azaz vágyni arról, hogy megosszam, amit kapok. Tényleg, amikor az ember hálás, akkor az jó megosztani. És hogyha megtapasztalom ezt a szeretetet, ahogy az előbb is mondta, hogy Isten irgalmát megtapasztalom, hogy igen, Isten engem szeret, akkor ott van, hogy ezt viszonozni szeretném, és ott van, hogy meg tudjam tapasztalni ezt a hálát. Szóval a hála tényleg egy feltétele lehet ennek a szeretetnek, és ezt hol kezdődik, hol tapasztalhatjuk meg ezt a hálát? A gyerekkorban először, amikor megszületünk, ott vannak a szüleink, ott van a szerető családi háttér, és láthatjuk azt, hogy akinek ez nincs meg a környezetében, ő neki nehezebb is hálásnak lennie, nehezebb úgy szeretnie, mert nem volt meg neki ez a tapasztalat, és ez egy egész életen átformálódik. Jó vagy rossz irányba, és talán ott, ahogy növünk, meg egyre inkább kezünkbe veszik a saját életünket, az már viszont a mi döntésünk és felelősségünk lesz, hogy jó vagy rossz irányba formálódik ennek a tapasztalata. Hát akkor próbálják lefordítani ezt így a hétköznapi szinten, hogy akkor mi segít abban, hogy tudjunk így jól segíteni. Az egyik üzenete volt így akkor a mostani olvasmánknak, hogy emlékezz arra, amikor téged szerettek. Ugye, mint az ószövetségi és a ószövetségi olvasmány mondtam. Ha tudok emlékezni arra, hogy gyerekkorom óta szerettek, vagy megtapasztaltam szeretetet, ez biztos, hogy sokat tud segíteni. Merre menjünk tovább? Hogyan szeressünk? Ne tégy rosszat! Ez lehet, hogy egy kicsikét egyszerűen hangzik, meg olyan az iskoláson, ha már itt Miskolcon vagyunk, és iskolai környezetben élek, úgy mondjuk sokszor, hogy ne tégy rosszat. De hogy ennek van egy komoly mélysége is, hogy ne használjam ki, ne nyomjam el a másikat. Mert ez tényleg lehet felszínesen is érthetjük, de ennek van egy nagyon komoly mélység, hogy ne tegyünk rosszat, hanem
nézzük a jót. Fókuszáljunk, tényleg hova tesszük a fókusz, hova tesszük a figyelmünket, hogy tegyük a jót akkor, és arra figyeljünk elsődlegesen. Tegyük a jót, és ez egy világos mindig, hogy ennek itt a szeretetről beszélünk, mint az eredeti ószövetségi szó, mint pedig a jobban ismert agapé, a görög szó, az egy olyan szeretetet jelent, ami konkrét, ami egy tevőleges, ami egy aktív szeretet, ami egy szolgálatot jelenti, benne a keresztet is, ennek a terhét is. Tehát ez világos, hogy nem egy érzelem kiáradásról van szó, hanem ez egy tudatos döntés. Megint csak így akkor, ahogy itt Szent Pált fogadták a Thesszaloniki közösségben, idegen szeretettel vitték, fogadták. Ráadásul azért érdekes, ugye, mert tudjuk, hogy most elkezdjük olvasni a Thesszaloniki levelet, hogy ez az Ószövetségnek az első, legkorábbi, időben legkorábbi szövege, az első levél, ami a vendégszeretetről szól. Tehát mennyire fontos ez. Zárja be, megint múlt héten is előkerült az új pápai enciklika, Fratelli Tutti, hát ez nagyon erősen ezt a szót, ezt a testvért látni a másikban, erre építi fel a víziót. Emlékezz, ne tégy rosszat, tégy jót, mit lehet még tenni? Figyeljek. Figyelni így a napomra, akár a napi lelkiismeret vizsgálat keretében, az egzámen, a Szent Ignác atyának, aki így alapított bennünket, ez tényleg az egy központi ima formája volt. Ez a napra visszatekintő lelkiismeret vizsgálat. Hogy hol tapasztaltál meg szeretetet ma, amiért valóban hálás tudsz lenni? Itt vagyunk újra a hálánál, hogy abból, hogy elindulni, hol tapasztaltam meg ezt a szeretetet? És hol tudtál ma valóban szabadon, ingyenesen szeretni? Mit tehettem volna a nagyobb szeretettel a másik emberrel és Istennel való viszonyomban? Figyelem, hogy a napomban hol tapasztaltam meg szeretetet, és én hogyan adtam szeretetet az embernek és Istennek. Ha ezt meg tudom találni, akkor azt jelenti, hogy találtam már valószínűleg egy jó példát is. Tehát a másik embert, ugye rosszat, hogy gyorsan elfogadjuk el, átvesszük, de a jó példák az is tudok ragadósak lenni. Mind a kettőnk számára ott van nem régen el, hogy Nemeshegyi Péter atya idős jezsuitának a képe, aki azt gondolom, hogy egyszerűen csak elég Google-ba megnézni egy képet róla a mosolyával, akkor az élő szeretetnek a fényképe van ott rajta, de hogy neki volt egy visszatérő képe, amikor mindig szívtuk, hogy de Péter bácsi, már nem bírod ezt tenni, most miért mondasz el régen? És mindig visszatért arra a szentelési emlékére, a papszentelési emlékére, hogy ő akkor megígérte, hogy ő nem fog semmi szolgálatra nemet mondani. És ezt ott akkor 98 éves korában, ugye, 98 éves, ugye, volt halt meg. Ő végig az utolsó fél évében is ez megtapasztalható volt. Ingyen is szeretetnek a hirdetése, ahogy ő volt, ahogy élt. Na, vigyük tovább itt a héten, kedves hallgatók, akik bekapcsoltatok ezt a csodálatos evangéliumi részt, még egyszer Máté 22. fejezetének a záró része a főparancsról. Mik lehetnek a kérdéseink? Kicsit megismételve, amiről beszéltünk. Talán az első az, hogy hol kaptál szeretetet ma, miért tudsz valóban hálás lenni? Mikor szerettél, mikor tudtál te igazán ingyenesen szeretném, mivel egészítsük ezt még itten kidomén. Talán egy előretekintéssel, jövő héten, itt majd november 1-i lesz Minden Szentek, nagyon-nagyon szép evangéliumi rész, a 8 boldogság. És itt a következő időszakban halottak napja is jön, akár ki lehet menni a héten a szeretteinkhez, vagy ha ők távol vannak egy közeli temetőbe. És csendben, tényleg csendben, amikor úgy Istenre figyelek tudatosan, megkérdezhetem magamat, hogy vágyok-e azokra a boldogságokra, amelyre Jézus hív.
azokra a boldogságokra, amelyeket úgy gondolom, hogy valóban Isten szeretetében tudok a leginkább megtapasztalni. Legyen akkor ez egy jó, a nehéz házi feladat is. Igen, erre a szeretetre, ezen a héten készülünk, így a vasárnapra, már a hétköznapokban is. Áldott jó készületet kívánok mindenkinek. Tominak megköszönöm, hogy bekapcsolódtál újra a beszélgetésünkbe. Jövő héten lelki gyakorlatra mész, legyen sok szeretetben való gyümölcse. Köszönöm.